Jó estét kívánok, Földi Kovács Andrea vagyok, önök a krédót látják. Azok a homoszexuálisok, akik a szexuális orientációjukat nem tartják normálisnak, szakmai segítséget is igénybe tudnak venni ahhoz, hogy megváltozzanak. Ennek a területnek a szakemberei tartottak zárt körű szakmai konferenciát Magyarországon, egy titkos helyszínen. A titkolózásra azért volt szükség, mert a szervezők attól féltek, hogy a homoszexuális és gender lobby, illetve az általuk kézivezérelt orvosszervezetek ellehetetlenítik majd a beszélgetést, amelynek során leginkább a terapeuták osztották meg tapasztalataikat kollégáikkal, néhány olyan fiatal társaságában, akik önszántukból jelentkeztek annak idején egy ilyen kezelésre. A krédó stábja bejuthatott erre a konferenciára. Műsorunk első részében Kovács Zsolt felelős szerkesztőnk helyszínen forgatott interjúit láthatják. Matthew Gregg, korábbi X-faktor versenyző Máltáról. Te valaha homoszexuális voltál, de mi történt? Úgy éltem, mint egy homoszexuális. Mindez fokozatosan a felnőtté válásom folyamán alakult ki 10 éves koromban. Én mindig is egy muzikális típusú ember voltam, ezért különösen nehéz volt a kapcsolatom a velem egyidős fiúkkal, mert ebben az életkorban az ember sportol. Én meg nem igazán szerettem a futballt és az összes többi sportot, amit a többiek játszottak. Kiközösítve éreztem magam. Mivel nem volt normális kapcsolatom a velem egyidős fiúkkal, nem alakulhatott ki normális baráti kapcsolat közöttünk, és mivel el voltam szigetelve tőlük, egy idő után elkezdtem nemi vonzódást érezni irántuk. Mivel kiközösítettek, egyfajta különcnek érezhettem magam, a többiek pedig ugrattak, hogy biztosan homoszexuális vagyok. Bizonytalanná váltam a férfiasságomat illetően. Voltak kapcsolataim lányokkal 10 éves koromban, de mindvégig féltem, hogy nem vagyok számukra elég jó. Így az az egyetlen út maradt, hogy homoszexuális legyek. Egy férfival kezdtem el együtt lenni, de ezt valójában nem akartam. Sosem beszéltem arról a szüleimnek, hogy miként érzek, mert szégyeltem. Összeegyeztethetetlen volt ugyanis az életfelfogásommal. Meg akartam nősülni és gyerekeket akartam, de úgy éreztem, bekerítettek és nem volt más kiút számomra. Ezt néhány évig folytattam. Volt egy fix partnerem Londonban, de megismerkedtem egy nővel, aki valódi barátommá vált. Figyelmeztetett, hogy milyen veszélyekkel jár az a spirituális New Age-es hitvilág, amelyet akkoriban követtem. Beszélt nekem Jézusról, a jóról és a rosszról, és arról, hogy ezzel vigyázni kell. Meghívott egy londoni templomba. Láttam az imádkozó keresztényeket, és megláttam valamit, egy helyet, ahová mindig is tartoztam. Egyszerűen magához vonzott. Oda hívtak az oltár elé, és amikor a pap a közelembe ért, elkezdtem erős fejfájást érezni. Megszólított, bár nem ismert. Azt mondta, valakinek itt erősen fáj a feje, mire én felemeltem a kezem. Erre szinte sokkolt, ahogy azt mondta. Érzem, hogy Isten valamit akar mondani neked. Hogy valóban szeret? Teljesen ledöbbentett, de tudtam, hogy amit mondott, az Istentől van. Először az életemben tudtam, hogy Isten személyesen szeret, és ha Isten szeret, meg akarom ismerni. Isten segítsége nélkül mindez sikerülhetette volna. Egészen biztosan meg vagyok győződve arról, hogy nagyon más ember lennék most, ha nem hallgattam volna Isten szavára. Továbbra is rabságban élő ember lennék, továbbra is depresszióval küzdenék, mély bizonytalanságban. És még mindig megerősítésre várnék. Megerősítésre férfiak részéről, nők részéről, a többi ember részéről. De már nem keresek megerősítést, mert van egyetlen hely, ez pedig a mennyei Atya, és csak ez számít. Ezért akarom, hogy az egész világ megtudja, hogy Jézus jó, és hogy meg tud szabadítani a nem kívánt homoszexuális kapcsolatból. Azok a homoszexuálisok, akik végül nem változtattak az életmódjukon, lehetnek valóban boldogok? A Biblia azt mondja, a bűn múlékony élvezet, de az az evangélium üzenete, hogy vajon mi lehet abban a jó, hogy akár megszerezheted az egész világot, de általa elveszítheted önmagadat. Csak rövid ideig élünk ezen a bolygón, és ami utána következik, az örök. Isten parancsolatai nem terhet jelentenek, hanem felfedik Isten legmagasabb tervét velünk. Mélyen együtt érzek a homoszexuális emberekkel, mert én benne voltam, és tudom, mit jelent. Egy folyamat volt számomra.
Nem egyik pillanatról a másikra történt. Olyan volt, mint egy utazás. Hiszem, hogy a legegészségesebb együttélési forma a család, ezt Isten alapította. Ez a szentségi házasság. Egy nő, egy férfi házasságban. What's your opinion about the LGBTQ lobby? Mi a véleményed az LMBTQ lobbyról, amely igyekszik különösen a fiatalokat áttéríteni? Nagyon károsnak tartom, mert egyszerűen nem logikus. Mert vannak objektív igazságok, de ma egy posztmodernnek nevezett világban élünk, amelyben az igazság már relatív. Ha te ebben hiszel, akkor neked az jó. Aki meg azt hiszi, számára az az igaz. De ez nem logikus. Az A mást jelent, mint a B. A nem lehet B, B nem lehet A, ez logikus. De ma olyan időket élünk, amikor eldobjuk a logikát, és ezt nevezzük progresszívnek, haladónak. Valójában nem más, mint egy nagy világméretű hanyatlás. Mennyivel könnyebb valakihez oda menni és azt mondani neki, elfogadunk, szeretünk. Úgy, amilyen vagy, elfogadunk. Viszont sokkal nehezebb, több türelmet és szeretetet követel az, hogy odaülünk valaki mellé, hogy kiöntse a szívét, megmutassa a sebeit, elmondja az életét, és megérteni, hogy honnan származnak belőle ezek a sebek. Ezt láthatjuk a transzgender emberek esetében, akik megváltoztatták a nemüket, majd súlyosan megbánták. Visszamennek a sebészhez, és megkérdezik tőle, miért hagyta, hogy ez megtörténjen velem? Azóta vagyok csak igazán depressziós és zavart. Újra az akarok lenni, aki voltam. LGBTQ propaganda. Az LMBTQ propaganda próbálja a társadalmat afelől meggyőzni, hogy az ember nemi vonzódását nem lehet megváltoztatni. Igaz ez? Ez nem igaz. A saját tapasztalatomra és számos ügyfelem tapasztalatára alapozva tudom, hogy ezek az emberek érzelmileg megváltoznak. Elérkezik az életükben egy olyan pont, amikor boldogságuk vagy önbizalmuk és önértékelésük már nem függ egy másik férfitől vagy nőtől. A változás lehetséges. Kezdjük azzal, miért fordulnak önökhöz a páciensek? Mert boldogtalanok? They've tried it. They've done it. Megpróbálták, keresztül mentek rajta. Sokan évtizedeken keresztül voltak homoszexuális párkapcsolatban, nem érezték teljesnek az életüket. Mintha lenne egyfajta ellentmondás az elsődleges, alapvető értékrendjük és az életmódjuk között. És egyszer csak elérkeznek egy ponthoz, amikor azt mondják, elég volt, nem akarom ezt így tovább csinálni. Elegük van a homoszexuális életből. Vegyünk például egy férfit, akinek legalább 2-3 több évig tartó meleg párkapcsolata volt, és egyszer csak ráébredt, hogy szeretne házasságot kötni egy másik nemmel, és szeretne természetes úton saját gyermekeket. Nem érezte teljesnek az életét. Túl sokszor érezte már a depressziót, ami egy-egy meleg párkapcsolata végén jelentkezett. Egyszerűen úgy érezte, hogy elege van. De persze vannak más példák is, akik azért jöttek, mert ráébredtek, hogy az életük során valamikor zaklatásnak estek áldozatul, hogy valaki nem megfelelő szándékkal kapcsolatot létesített velük. Az életük egy olyan szakaszában, amikor ezt érzelmileg nem tudták feldolgozni. És ezt az élményt elraktározták mélyen magukban, ami azt eredményezte, hogy ezután melegnek gondolták magukat. Ez a személy ezt tette velem, ami csak azt jelentheti, hogy hát homoszexuális vagyok. Aztán, amikor ez szerint kezdtek élni, akkor mások is megerősítették, hogy hát igen, te meleg vagy. Ők pedig elhitték, úgyhogy folytatták ezt az életvitelt. Azok, akik hozzánk fordulnak, úgy érzik, hogy nem olyan emberré váltak, amilyenné válni akartak. Van bennük valami, ami azt mondatja velük, hogy nem akarnak tovább így élni. A meleg lobby be akarja tiltani az úgynevezett áttérítési terápiát. Arra szólítja fel az embereket, hogy ne vegyenek tudomást az ex-melegek identitásáról. Mi nem ezt tesszük. Mi nem mondhatjuk azt, hogy a melegek ne élhessenek szabadon a társadalomban. Mi nem mondjuk azt, hogy nem kapják meg a szükséges segítséget, bármi is legyen az. Miért van az, hogy az egyik oldalon mindenki teljes vászélességgel támogatja az LGBT közösséget, ám ha valaki ellenkező állásponton van, és nem akar tovább homoszexualitással élni, attól megtagadják a segítséget. Itt egy alapvető problémát láthatunk az egyenlő bánásmóddal kapcsolatban. Mennyire heves ez a küzdelem a lobby és önök között? Azt mondanám, hogy ez egy igen lényeges küzdelem.
Természetesen az én nézeteimet, egy olyan ember nézeteit, aki elfordult a homoszexualitástól, gyakran kapásból elutasítják. Egészen egyszerűen azért, mert ideológiai alapokon nem hiszik el, hogy ez lehetséges lenne. Mert ez kihívást jelent az LGBT ideológiára nézve, ami azt állítja, hogy az ember melegként születik. Szóval attól tartok, hogy van egy nagyon erőteljes összeütközés az ex-melegek és azok között, akik éltetik a homoszexualitást, és más irányba tartanak, és ez nagyon sajnálatos. Miért lenne logikus azt mondani, hogy az az egyetlen jó eljárás, ha támogatjuk azokat, akik melegek akarnak lenni? Mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik akár a férfiak vagy a nők iránt is tudnának vonzódni, miért csak azt az utat tesszük lehetővé számukra, hogy a homoszexualitást kövessék, miért nem adjuk meg nekik azt a lehetőséget, hogy a heteroszexualitást válasszák? Valami alapvetően rossz és ellentmondásos e között a két dolog között. Óvnunk kellene a gyermekeinket az LMBTQ propagandától? Véleményem szerint az LGBT propaganda nagy része nem korspecifikus. Egy 13 éves fiúnak azt mondani, hogy ha egy erős férfira rajongással tekint, az a homoszexualitás jele, teljes ostobaság. 17 éves korára a legtöbb ember, akit korábban homoszexuálisnak gondoltak, megváltozik. Egyszerűen már nem érzi annak magát. És ugyanez a helyzet a transzneműekkel. Kutatások kimutatják, hogy ha békén hagyják az illetőt, a dolog saját magától megoldódik. Ám ha műtétet ajánlunk fel és pubertás blokkoló hormonokat adunk neki, akkor beleavatkozunk a természetes folyamatba. Tehát azt gondolom, hogy az igazi veszély abban rejlik, hogy a gyerekeknek valami olyasmit ajánlunk, ami nem megfelelő. Ha körülnézek ezen a konferencián, szinte csak nyugat-európai, észak-amerikai szakembereket látok. Miért éppen Magyarországon rendezték meg? Egy olyan konferenciát szerettünk volna, amelyen mindenki képes nyugodtan, elmélyülten tanulni, és kritikai kérdéseket tehetünk fel egy kívülről védett légkörben. Sajnos Nyugat-Európában mostanában éppen ez a szakterület annyira átideologizáltá vált, hogy egy másik meggyőződés, még ha az megalapozott is, de szemben áll a mainstreammel, szinte nem juthat érvényre. Hatalmas nyomás alatt dolgozunk, folyamatos tüntetések mellett. A szexuális magatartás megváltoztatásával foglalkozó szakemberek kik által és miért lettek megtámadva? Vannak bizonyos aktivisták a nyugati országokban, amelyek semmiféle szexualitással, szexuáletikával kapcsolatos felfogást nem tűrnek meg, amely ellentétes az övékkel. És emiatt bármi nemű párbeszéd ezzel kapcsolatosan Nyugat-Európában alig lehetséges. Mindez azért van, mert ezek az aktivisták azt állítják, hogy az ember nemi vonzódása nem megváltoztatható? Azt állítják, hogy a szexuális orientáció vele született. Ez azonban nem igaz. Létezik egy 2018 augusztusi friss kutatás, amely azt bizonyítja, hogy nincs meleg gén. Egypetélyű ikrekkel végzett kutatások mutatták ki, hogy a genetikai befolyásnak csak csekély szerepe van, és csak alig határozza meg a szexuális orientációt. A fő meghatározó tényezők az érzékeny gyermekkorban szerzett lelkisebekre vezethetők vissza. Ezek az emberek gyermekkorukban sok esetben a szülőktől szereztek sebeket, később az iskolában pedig gúnyolták, kiközösítették őket. Lehet, hogy más gyermekek másfajta sebeket szereztek, de ezek nem voltak rájuk akkora hatással, mint azokra, akik később ezeket a sebeket megpróbálják szexuális kapcsolatokkal begyógyítani, de szexuális aktussal nem lehet sebeket gyógyítani. Hogy működik ez a bizonyos terápia? Nem csak egy, többfajta modern pszichiátriai, pszichoanalitikai módszer is létezik arra, hogy az egyén számára a nem kívánatos homoszexuális vonzódásból kiútat kínáljunk. Nem minden páciens számára létezik ilyen kiút, de gyakrabban létezik, mint gondolnánk. De mindenképp meg kell jegyezni, hogy ez a terápia minden esetben önkéntes.
Mindig. Sok ember van, aki a saját homoszexualitásával nem elégedett. A terápia teljesen önkéntes. Szabad társadalomban élünk. Az embereknek joguk van a szabadsághoz, hogy akár homoszexuálisként vagy transzexuálisként éljenek. Ez magától értetődő. De azt is lehetővé kell tenni, hogy ha az ember ezen változtatni szeretne, szakértői segítséget kaphasson. Igaz az, amit a másik oldal állít, hogy azok, akik megpróbáltak élni ezzel a lehetőséggel, több esetben öngyilkosok lettek? Tény, hogy a homoszexuálisok körében gyakoribb az öngyilkosság, de ez nem függ össze bármilyen alkalmazott terápiával. Van egy friss dán kutatás, ami azt mutatja, hogy a homoszexuális kapcsolatban élő férfiak esetében 8-szor magasabb az öngyilkosságok száma azoknál a férfiaknál, akik heteroszexuális házasságban élnek. Tehát nem lehet ezt semmiféle önkéntes terápiával összefüggésbe hozni. Azoknak az egyharmada, akik ilyen kezelésre vállalkoztak, hogy a homoszexuális létformából és a vonzódásból kiutat találjanak, nagyfokú változáson mentek keresztül. Másik egyharmaduk esetében kisebb mértékű volt a hatás, és a maradék egyharmaduk semmiféle változást nem tapasztalt. A probléma az, hogy ezt a területet egyáltalán nem is kutatják, hogy esetleg kiderülhetne, hogyan lehetne még hatékonyabbá tenni. Boldog vagyok, hogy Magyarországon még szabad tér van. Szükségünk van erre a szabad térre. Számos új kutatás létezik, amely különösen 25-28-29 éves fiatalok esetében azt bizonyít, hogy a nagyfokú bizonytalanságból eredő fluiditás, szexuális vonzódás hirtelen megváltozása relatív nagy. Éppen ezeknek a fiatal embereknek észszerű magyarázatokra van szükségük, nem pedig ideológiai kijelentésekre. És ezért nagyon örülök, hogy ezt itt megtehetjük. Is it true that in Malta there is a ban? Igaz az, hogy Máltán tiltják a nemi irányultságot megváltoztató terápiákat? We were celebrating our stories of coming out of homosexuality. Egy templomban ünnepeltük meg többen, hogy kikerültünk a homoszexualitásból. Gondoltuk, jogunk van hozzá. De melegjogi aktivisták vettek minket körül a templom előtt, és tiltakoztak amiatt, mert megünnepeltük az életünk megváltoztatását. Szerintem ez nagyon intoleráns és előítélettel teli. Ha tapsolunk azoknak, akik korábban heterók voltak és abból lettek homoszexuálisok, miért van az, hogy megtiltják azt, ha valaki változtatni akar a nem kívánt szexuális vonzódásán? Hadd mondjak egy példát. Valakit megerőszakoltak, amikor fiatal volt. Nem tehetett ellene. Most azonban már családot szeretne és gyerekeket. Szeretne apa lenni. Ezzel a törvényi tiltással elvesszük tőle a lehetőséget, hogy elérje az élete célját. Ez a tilalom elfogultság és erőszak. Arra kényszeríti az embereket, hogy maradjanak homoszexuálisok. Arra kényszeríti őket, hogy olyan életet éljenek, ami nem összeegyeztethető a hitükkel és értékrendjükkel. És ezt meg kell állítani. Meg kell fordítani ezt, és reményt adni ezeknek az embereknek, hogy családjuk és gyermekük lehessen. Ha üzenhetnél a homoszexuálisoknak bárhol a világban, mi lenne az? Azt üzenném Jézus nevében, hogy Isten szeret titeket. Jézus, ahogy mondta is, nem a jó emberek miatt jött a földre, hanem a bűnösök miatt. Mint egy orvos, aki eljött a betegekhez, akik mind más-más miatt betegek. De Isten mindannyiunkat feltétel nélkül szeret. Ha nekünk nincs erőnk Istent szeretni, ő már hamarabb szeretett minket. Ő jött el a földre. Ha megkapjuk a kegyelmét, új emberré válunk. Lesz reményünk az életben. Semmi sem nagyszerűbb bennél. Szeretnek titeket, és megvagytok hívva Jézusban az örök életre. Egy rövid szünet után folytatjuk a krédót, ne menjenek messzire.